Egy különleges kötetet szeretnék mindenkinek a figyelmébe ajánlani. Bár általában egy regényt, vagy mondjuk egy úti kalandot, azt egyszerűbb olvasni, most igazából egy ismeretterjesztő könyvet szeretnék mindenkinek bemutatni. Fodor Marcsi az egyik szerzője, a másik szerzője viszont Neset Adri, aki gyulai szerző, újságíró, oktatóként, illetve tanárként dolgozik. És az elmúlt esztendőben jelentették meg ezt a könyvet, amely az 50 elszánt magyar nő címet viseli. Hogy kik is ezek az elszánt nők, az nem túl egyszerű megfogalmazni, de talán hivatkozhatnék rájuk, amit ők az előszóban írtak. Nagyon sok olyan szereplője van a történelemnek, illetve a modern kornak is, ahol a háttérben rejlő személyiségeket érdemes lenne bemutatni, de a történelemkönyvekből ki szoktak ők általában maradni. Nagyon keveset is tudunk Saroltról például, de Szent Árpádházi Szent Erzsébetről is, vagy akár Brunswick Terézt is említhetném. Most ebben a könyvben ők 50 szemét válogattak össze, akikről rövid leírás formájában ismertetést adnak. És tényleg olyan alapossága, hogy sok mindent megtudhatunk róluk, de azért nem teljes tudománnyal, tehát nem unalmasan, nem száraz anyagról van szó, hanem tényleg érdekes formában van mindez közölve. És ami tényleg külön előny ennek a könyvnek, hogy a modernkori személyek közül is többeket felsorolnak, mondhatnám itt példaként Polgár Juditot, de akár Lubis Szilviát, a futónőt is, aki volt nálunk itt a Gyulai Városi Könyvtárban már vendég, és bemutatta, hogy ő milyen futómunkát végez, illetve milyen élményei voltak a futása során, ugye egy szuper maratonistáról van szó. És hát ami külön érdekessége most ebben az időszakban ennek a könyvnek, hogy június 17-én az ünnepi könyvhét keretében be fogjuk mutatni majd egy beszélgetésen ezt a kötetet, ahol erdészné Németh Janikó fogja kérdezni a társszerző Neset Adrit, illetve vendégünk lesz a könyv egy szereplője, Makai Erika, aki az első magyar szumó bajnoknő. Akinek kedve van, jöjjön el hozzánk, ha éppen nem ér el, akkor pedig figyelmébe ajánlom a könyvet olvasásra.